kémia és fizika kérdésekkel készült. Jó vagytok benne? Nem, abból kicsit sem. Jó, tisztelem és szeretem az öregeket. Mivel tisztelem és szeretem az öregeket? Az öregeket. Igen. Azt a minden. Nem érdekel, utána lefüldök. Hát az orroddal nem tudtok felelni. A sírásom az nem rossz, de viszont olvasná, hogy hallottak, nem tudok annyira. Mi az, amit nem tudnánk? Fú. Hát nem tudom. Hogyha családomat bántják. Hogyha engem azt talán meg tudnám bocsájtani, de hogyha a családomat, ha szeretném, hogy bántják, akkor az nem biztos. Vagy nem beszélhetsz addig, amíg fel nem teszed a kezed, és valaki fel nem szól, na nem, jó, akkor inkább ülök az asztalat, az asztalat. Igen. Mondjuk magam. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlap Story Extra, továbbra is itt van velem cowboy lánynak öltözve egy nagyon régi felsőben. Bizony, egyébként ez a fenntarthatóság jegyében egy tök jó dolog, hogy ez egy 5-6 éves felsőm, H&M-es, igen. Kicsit szúrsz néha. Nem szúrok, hanem újra hasznosítottam, hogy nagyon régóta vagy. Hordom kicsit ezt a felsőt. Kicsit vagy, de jól áll. Nem. Szóval nem. Holdan Frinda, és hát továbbra is itt van velünk. Csodálatos Marcali Laci is itt van, mielőtt végül felejtettük volna. És itt van velünk Botka Dominik és Kocsis Mário. Sziasztok! Köszi, hogy még egy kis játékerég itt vagytok velünk. Egyébként olyan jót beszélgettünk veletek múltkor, hogy még annyi kérdés bennem maradt, hogy amikor ti egymásra találtatok, hogy volt-e bárki, aki mondjuk felfigyelt rátok, aki megfogta a kezeteket, vagy azt mondta volna, hogy na, a srácok, ti tényleg nagyon jók vagytok, én úgy menedzselnélek titeket, vagy így elengedném az utatokat. Hát, hogy őszinte legyek, voltak igen felkeresések. Sokan? Volt egy pár felkeresésünk, fellépések által, de viszont volt egy menedzser srác, aki ránk írt, hogy szeretne nekünk segíteni, és egy fellépést intézni nekünk. Ott nekünk már egyből tetszett ez a felajánlás, hogy hoppa, ő már menedzser is lenne, meg fellépés, és hát ezt megragadjuk. És hát igazából megragadtuk. És hát elmentünk arra a fellépésre, az volt a legelső fellépésünk, hol volt? Székesfehérváron, ugye? Székesfehérváron, igen, ott találkoztunk vel először. Megcsináltuk, felmentünk a színpadra, hál' Istennek sikeres volt minden, szerettek minket, imádtak, bulisztunk, minden. Lejöttünk a színpadról, és akkor beszélgettünk, ugye, hogy akár tudnánk a jövőbe dolgozni együtt. És akkor így megállapodtunk. És akkor úgy éreztétek, hogy szimpatikusak vagytok? Igen, igen. Ez persze, mert korrekt volt. Mint a filmekben hallott, tehát nem? Igen. Az így, igen, így szokott egyből történni. Meg, és akkor mi lesz most? Tehát vannak-e készülőben új dalok, új produkciók, igen, akár most egy élő koncert sorozat? Most jött ki, igen, a Szívem című dalunk, kijött most pénteken. Ami a kedves nézőknek mondom, egy pár héttel ezelőtt volt, de hogy már biztos nagyon sok nézője van. Ahogy ismeret titeket, már 2 millió. 2 millióan vannak, igen. Körülbelül valahogy. Bízunk benne, hogy így lesz. Reméljük. Játszottok velünk egy kicsit? Természetesen. Persze. Én úgy félek, hogy azt mondja, nem. És akkor el van rontva. Igen. Kémia és fizika kérdésekkel készült. Kis matek. Jók vagytok benne? Nem. Abból kicsit sem. Akkor át tudunk menni földrajz és történelem. Az még nem. Szüleimánig vagyunk. Jó, nem, sokkal egyszerűbb a játék. Itt van egy ilyen kis úgynevezett szerelemkejünk, vagy én nem tudom. Mário, húz egyet, légy szíves, és amit közben magyarázom, tedd meg, hogy felolvasod, kérlek szépen. Döntened kell, hogy életed végéig a kettőből melyiket vállalod. És ezt olvasom. Hát, olvasd fel. Ha gondolod, felolvasom én, de... Nyilvános helyen minden idős embert meg kell kérni arra, hogy adja át a helyét, vagy bárki, akivel beszélgetsz, megismétli, amit mondasz. Melyiket vállalnál életed végig, és miért? Tehát azt, hogy minden idős ember, akit látsz, megkéred, hogy ő álljon föl, és te leülhess helyette, vagy pedig bárki, akivel beszélgetsz, megismétli, amit mondasz. Tehát bárki, akivel beszélgetsz, megismétli, amit mondasz. Tehát bárki, akivel beszélgetsz, megismétli, amit mondasz. Hát mivel tisztelem és szeretem az öregeket. Mivel tisztelem és szeretem az öregeket? Az öregeket. Igen. 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 Azt a mindenit. Felmondok. Melyik az idegesítőbb? Kipróbálhatjuk, én itt vagyok öregnek. Kipróbálhatjuk, hogy azt mondod, hogy én álljak fel, vagy pedig ismételgetjük a mondataidat. Okay. Melyik legyen? Ülj le. Nekem nem mondta, hogy álljak fel. Ez a lényeg. Jó? Nem is mennek. Ezt szeretném kérni. Nem, hát én tisztelem, én szeretem az öregeket, úgyhogy én maradok inkább. Az ismételgetésnek? Ismételgessetek, becsukom a fülem. Ismételgetünk. Csukd be. Legyen ez. Biztos, hogy az? Várjál, nem akarod visszatenni? Nem. Biztos, hogy az legyen? Jó. Ez a kémiás vajon? Na, mondom.
minden terhesnő hasát meg kell simogatnod, vagy az összes digitális felületen történő kommunikációd mostantól csak papír alapon történhet. Életed végéig. Ezt most fel kell magamba olvasom. Tehát vannak a terhes nők, és akárhányal találkozol, mindegyikhez oda kell menned, meg kell simogatnod a hasát. Majd szép pocak! Igen, uh-huh. Vagy pedig innentől kezdve nincs semmi social kommunikáció, csak írásban tudod ezeket megtenni. Mind a kettő nagyon idegesítő. Igen. Simogatnám inkább. Simogatnád. Én is simogatnám azt, hogy inkább most. Hát mit vártunk? Hát még persze simogatnánk. Egyébként ez egy jó dolog. Igen, igen. Igen. Nem minden terhesnő szereti mondjuk, de egyébként. Hát igen, ez kevésbé zavarok. Mária, te jössz. Márióznak, ugye nem MK-znak. Mário, nyugodtan. Hívhatsz Luigi-nak. Amikor a liftben utazol valakivel, szorosan mellé kell állnod, vagy mostantól csak bőrruhákat hordhatsz. Tehát bőrruhákat tudod, 40 fok nyáron, fellépés. Gyere, inkább marad a liftnél. Meg keveset liftezik az ember, nem? Tehát ha már liftezem, hát, akkor meg be sem megyek inkább fősét. Megiszony, meg ilyesmi van? Van, igen. Nagyon hát félek a magasba. Jó, de azért egy menő bőrruha. Holdan Frida stylistot szeretne megkérdezni erről. Figyelj, hát azt én nem ajánlanám. Tehát 40 fokba, bőrruhában, nem, az biztos, hogy nem jó. Én inkább elviselném azt, hogy szorosan valaki mellé inkább kell állni. Inkább az, hogy büdös. Nem érdekel, utána lefürdök. Hát te az orroddal nem tudsz lenni, de tehát, hogy te nem leszel büdös. Hát de, ha hozzá a bujjó szorosan, akkor büdös lesz, kény is, ha is büdös. Hát mondjuk én lehet, hogy a bőrruhát választanám, nem. Most, hogy belegondolok. Nem, hogy te, aki a ruhákból élsz, hogy nézd meg, hát nézd magadra. Hát, a bíró itca is végül is egy egész életet majd, hogy nem lenyomott bőrruhákban. Igen. Végül is lehetnék. Lehetnél, de... Na, hogy húzz egyet. A lila színtől hány ingered lesz, vagy amikor valaki nyelvtani hibáit ejt, hibát, meg kell pofoznod. Bármikor meglátsz egy újpesti focistát, akkor rosszul leszel? Hát akkor inkább az. Nem járok Pestre nagyon, úgyhogy akkor inkább legyen hány ingerem a lila színtől. És a foci az közel áll hozzátok? Nézd, hát hozzám, hogy őszinte legyek, nem igazán. Nem. Hozzám na, semmi. Két olyan fiú, aki... Jó, milyen a helyesírásod? Tehát, hogy akkor menjünk a lényegre. Hát a helyesírásom az nem rossz, de viszont olvasni, ahogy hallottatok, nem tudok annyira. De hogy nem tudsz olvasni, most az, hogy valaki bakizik, az teljesen normális. Jogos. És hiddel, az én számból az nem tényleg normális. Hát, mi volt ez a szó múltkor? A környezettudatosság, tehát én ezt nem negyedikre tudtam ki. Negyedikre mondta ki az egy csodálatos kollégám. Szóval, hogy ilyen van. Jó, persze, nem, ez nem jelent emberek semmi. Vagyunk, nem? Igen, hibázhatunk. Lehet hibázni egyébként? Ti megbocsájtóak vagytok az emberi? Én amúgy igen. Én is, természetesen emberek vagyunk. Jó, nyilván, hogy most, hogyha nagyon nagy a hiba, akkor az vannak olyan hibák, amik megbocsájthatatlanok. Kijött, de viszont amúgy igen. Mi az, ami megbocsájthatatlan? Mi az, amit nem tudnám mondjuk megbocsájtani? Hát nem tudom. Hogyha családomat bántják, most, hogyha engem azt talán még meg tudnám bocsájtani, de hogyha a családomat, a szeretémet bántják, akkor azt nem biztos. Mm. Volt már ilyen? Hát, hogy testileg bántották volna, úgy még nem volt, mert akkor már ők se lennének, ugye? De viszont, ja, hál' Isten, még nem volt olyan. Mm-hmm. De viszont volt már olyan, hogy szóban, igen, és azokkal is be is fejeztem amúgy. Mert azoknak akkor már ott van az eszükben az, hogy akkor képesek lennének, nem? Persze. Testileg is akár. Úgyhogy ezeket az embereket kukáztam az életemből. Jó, tetted. Na, még egy kört fussunk. Nagyon jó. De jó, nem valami jó lenne. Ez már jó kezdődik. Házi bulikban csak az asztal alatt ülhetsz. Vagy... Mondtad, hogy jól kezdődik? Hát csak a házi bulik jutottam el. Ja, várjál, bocsánat, a tiédet, azt nem így kell. A tiédet, azt úgy kell olvasni, hogy kezd el. Házi bulikban csak az asztal alatt ülhetsz. Házi bulikban csak az asztal alatt ülhetsz, hiszen te így élsz mostantól. Házi bulikban csak az asztal alatt ülhetsz. Asztal. Vagy nem beszélhetsz addig, amíg fel nem teszed a kezed, és valaki fel nem szól. Na nem. Jó, akkor inkább ülök az asztal alatt. Ülsz az asztal alatt. Igen. Magam. Na, megértem ezek. Micsoda koncertek le. Te is nem? Te is az a típus. Házi bulik az nem a fellépésünk, nem? Nem, nyilván. Nem, nem vagyunk, csak a saját fellépésünk. Kell egy barom, vagy asztalt venni, és akkor ott jól elleszel. Akár. De akkor te nem vagy egy ilyen társaság középpontja? De amúgy, én hogyha társaságban vagyok, akkor... Hát az, hogy bírnek, hogy nem szólalhat meg, csak hogyha... Mário, parancsolj!
Á, nem, hát én azt nem bírnám ki. Nem bírnám. Hát iskolában kibírtuk. Ott se, engem mindig kikzavartak óráról is. Pofáztásokat mi? Igen, én is ilyen voltam. Én nagyon jó voltam. Tényleg? Aha. Jézus Máriám. De sokat beszéltem, igen. Csak azt szerették, tudod? Aha. Ez most jön ki belőle, látom, hogy nem engedték szóhoz jutni. Ja. Most érem ki magam. Ugye vagy? Hát most érem ki magam. Na Domi, még egy utolsót húz, légy szíves, és aztán is. Meglátjuk, ki nyer ma. Csak és kizárólag vasárnaponként 7 és 8 óra között találkozhatsz emberekkel, vagy minden héten háromszor anyósodéknál kell aludj. Hát akkor inkább az anyósodéknál alszok, mert nincs. Majd akkor kiválasztod. Nagyon köszönjük, hogy kicsit még játszottatok velünk. Jó volt veletek, köszönjük, jó. Kicsit ezeken elgondolkozni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. És hát... várjuk akkor nagyon, mondjuk egy 10 milliós YouTube videót várunk, jó? Mondjuk a következő egy évben. Na, jó leszünk, az hát meg az, hogy így oncsátok az alokat magatokból, ahogy azt eddig is tettétek, igyekszem. És hogy amikor mondjuk 10 év múlva vagy 20 év múlva találkozunk veletek, hogy akkor is ugyanez a, már természetesen másokat gondolva a világról, de hogy ez a szív ez ugyanilyen legyen, ilyen szép, legyen. Mint amilyen a tietek. Igen, jó volt veletek szépen. Nagyon beszélgetni. Köszönjük szépen. Kedves Blik nézők, ne felejtsetek el feliratkozni a különböző oldalinkra, a YouTube-ra, légy szíves, ott van alul a feliratkozás gomb valamelyik oldalon, de hogy iratkozzatok föl, légy szíves, tényleg, meg a csengőt is nyomjátok be, TikTokon, Instagramon, mindenhol, Facebookon. Köszönjük a figyelmet, olvassátok a Blikket is. Bizony, csak, sziasztok! Sziasztok.